egy emberként szurkol Magyarország Magyarország válogatott csapatának hiszen vasárnap azért még vár rájuk egy nagy mérkőzés Mindezt teszik majd úgy, hogy most egyelőre sajnálatos módon, hogy két vesztes mérkőzést tudhatnak a hátuk mögött. A meghívott szakembertől pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy két ilyen élmény után hogyan lehet mentálisan jól felkészülni, például majd a skótok elleni mérkőzésre. Úgyhogy itt van velünk a stúdióban Baranya István, sportpszichológus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt köszönöm. kívánok! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok. Most egy egészen más irányból fogjuk majd megközelíteni a futballt természetesen. Hát ön szerint mennyire van készen fejben ez a mostani csapat? A, ezt azért gondom, hogy lehet szűrni a nyilatkozataikból is, és erre mondjuk már fel vannak készítve, de azért az ember magában, hogy hogyan éli meg azt, hogy mondjuk vesztes meccseket tudhat a hátam mögött, az bizonyára, hogy hat rá egy következő előtt. Ez egy csodálatos játék, és én mindig abból indulok ki, hogy kőkepény profizmus van, de mégiscsak egy játék, és a labda varázsa az mindenek felett áll. Hozzáteszem, hogy Márko Rossi nagyon régóta dolgozik a magyar válogatottal, egy rutinos edzőről aki gyakorlatilag egy nemzetközi szaktekintély, tehát jól ismeri a játékosokat. Ez a maga, akivel dolgozik, egy hosszú sikersorozaton van túl, azt nem szabad elfelejteni, hogy 14 mérkőzésen nem kaptak ki, ez történelmi esemény, és azokkal a játékosokkal nevezett az Európa-bajnokságról, akik részesei voltak. Nyilvánvaló, ez egy más világ, hiszen ez az Európai ö, ö, Bajnokság az Európa élcsapatait jelenti, és mi nem találkoztunk mindenkivel, hiszen a selejtezőkben lehet, hogy mi elsők lettünk, de hát nem azokkal a csapatokkal játszottunk, akivel most mérkőzünk. Európa, és nyugodtan mondhatnám, hogy a világ élvonala játszik itt. Hát két olyan mérkőzésen vagyunk túl, ami nem sikeres. Őszintén megmondom, meg ne senki érte, engem különösebb meglepetés nem ért. Szoboszlai Dominik is úgy nyilatkozott, hogy túl nagy elvárásokat támasztottunk, támasztott a csapat magával szemben, de megkérdőjelezhető ez egyáltalán akkor, amikor egy ilyen bajnokságban szerepelnek. Hát miért ne lennének nagy elvárásaik saját, saját maguknak, magukkal hát, szemben? Főleg úgy, hogy 14 győztes meccs után Igen, tehát van, egy, volt egy olyan múltjuk példátlan sikersorozat után nyilván van egy önbizalom, bizalom, és volt mire? Világ legnépszerűbb sportágával Árunk szembe, hogy amellett vagyunk, a közönséget bárki is az, ki kell szolgálni. A magyar közönség, ez megint egy külön pszichológiai történet, vagy a mennyekben van, vagy pedig temeti a csapatot, de ez a világon mindenhol így van. A bajnoki mérkőzéseken kevés nézünk van, a válogatott meccseken pedig nem lehet jegyet kapni, tehát azért hozzáteszem ezt is, és ha megnézzük az Európa-bajnokságon lelátókat, zsúfolásig tele vannak, minden országnak ott vannak a szurkolói kicsit szakmázom is, mert UEFA prolicenses edző vagyok, tehát ez is számít természetesen. Top csapatok ellen játszunk, és olyan játékosok alkotják az ellenfeleket, akik Európa klasszikus, és van köztük világklasszis. A magyar válogatottban nem mondható el ez egyértelme mindenkiről, és téved az, aki egy játékosra építi fel a csapatát, akár lehet a szurkoló vagy, vagy edző, azért nézzük meg, hogy milyen játékpercei vannak a magyar játékosoknak, a klubcsapataikban is, milyen játékosok, milyen játékpercei vannak azoknak, akikkel játszottunk. Arról nem is beszél, hogy a skótok ellen a Szigetországból a csapatok mind topligába játszik. A Premier Ligában, a Skót bajnokságban, tehát ezek kipróbált jó játékosok. Akkor ilyen értelemben a maximalizmus, vagy az elvárás pszichológiai szempontból mit eredményez egy játékos lelkében és fejében? Mit fog okozni ez ott a pályán benne? Én a teljesítmény motivációból indulok ki, itt különböztessük meg a sikerorientált típusú játékost és a kudarc kerülőt. És a sorra vesszük a mérkőzéseket. Az első mérkőzésen gyakorlatilag a sikerorientárt és a teljesítmény, ez egy finomabb változata módján léptek pályára a játékosok. Ez egy kulcsmérkőzés volt Svájc ellen. A második mérkőzés a németek ellen, ott egyértelműen, sikerorientált mérkőzés háttér motivációról beszélek, mert a magyar világot meg akarta mutatni, hogy mit tud. Különösebb veszteni volja nem volt. Mindenki tudta, hogy a németek jobbak. Viszont a soron következő mérkőzés egy teljesen másfajta. Itt már egy kicsit inok sok minden, hiszen a kapitány is azt nyilatkozta, hogy fél lábbal kiestünk, az a bajnokságra fél lábbal bent vagyunk, kezdünk számolgatni a pontokat illetően ez egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mentalitású játékosokat küld a pályára, ez egy, egy zárt közösség, ezt valahogy meg kell oldani, és ha azt nézem, hogy az a mentalitás, az optimális, ahol tulajdonképpen egy Csíkszentmiályi mondta, hogy egy flow érzés van, ez az optimális érzés, akkor sok minden lehetséges. Ne felejtsük el, hogy a Szigatországbeli csapatnak a játékosai megszállottak. Fantasztikus mentalitással rendelkeznek, azt gondolom, hogy technikailag, taktikailag is toppon vannak, de a mentilitásuk az, az titkítja. <coughs> ritkítja. Most az öltözőben. Elsősorban ilyen dolgokról van szó, jó, tudom, nyilván nem az öltöző a terepe, de most akkor inkább úgy értettem, hogy a, a háttérben dekázgatniuk kell, meg gyors fordulókat végezni, meg egy az egyes csatákat gyakorolgatni, vagy pedig a fejükben kell nagyon rendet rakni, hogy a legmegfelelőbb hozzáállással menjenek ki -e a pályára. Nyilvánvaló a szakma is egy kérdés, de hát itt a stáb ezt megoldja. Na azt gondolom, hogy akkor jár jól el a szövetségi kapitány, ha maga mellé gyűjti azokat a hangadókat, akik nem is biztos, hogy a legjobb labdarúgók a kezdő csapatba, akik egy olyan energiával, motivációval tudják felruházni a játékosokat, ami a nemzeti érzést, a válogatott címeres mezt magas szintre helyezi. Itt az akarat nagyon sokat számít, csak ne felejtsük el, hogy van három típusú játékos. Az egyik típusú játékos az A-típusú játékos, akinek ezek a mentális energiái szint alatt vannak. Ilyen lehetséges, mert csalódott. Nézzük csak meg, amikor Szoboszlai De egy általános helyzetbe elrúgta a labdát a nézők közé. Hát ez egy stop játékos nem csinál ilyet? Tehát ott a fejbe valami nem volt rendben, ezt helyre kell tenni. Meg kell találni azt a magot, ez a B-típusú játékos, aki toppon van, tehát mentálisan húzó erő, és nagyon vigyázni kell azokra a játékosokra, akik egy picit túl vannak pörögve. Na most akik bizonyos szempontból alul motiváltak és túl vannak pörögve, csak kettő vagy négy ilyen csapatból, azok általában rossz döntéseket hasznak. Ütemtelen passz, egy rossz becsúszás, egy taknikai hiba, nagyon vigyázni kell ezekre a dolgokra, itt a csapatkapitánynak, a hangadóknak, az idősebb, tapasztaltabb játékosoknak, a top bajnokságban lévő játékosoknak óriási szerepük van, és itt, Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ez nem is a szövetségi kapitánnak a dolga, ezt a játékosoknak is belülről kell megoldani. Tudjuk nevesíteni, Elbocsás, mondom, meg, mondom, gólás, mondom, ide kapcsolódott volna, de se balján. De ugyanígy az is egyébként, Biztos, csak kíváncsi lettem volna rá, hogyha nem általánosságban beszélünk, hanem a magyar válogatottra, akkor tudjuk-e nevesíteni azokat, hogy ön szerint például ki az, aki most abban az optimális mentális állapotban van ott középen ezek szerint, aki képes a csapatot a legjobban húzni. Én mindenképpen. Dibusz Dénesbe gondolkodunk, bár ő nem volt kezdő, de azt ne felejtsük el, hogy a selejtezőket végigvédte bravúrral és hozta a mérkőzéseket. Nem is igazán értem, hogy miért nem ő a kezdő, de ez egy rendkívül korrekt sportember, Gulácsit is ide sorolom, hát nyilván Szoboszlai Dominikát, hiszen ő a csapatkapitány, a Vili Orbánt, és a Vargát elől, mindenképpen. Nagyon higgadt, nagyon nyugodt, nagyon gólerős, és magyar csapatban játszik magyarként. Az, hogy ő Ja, ez most nem egy ilyen félig rossz vicc is, vagy szóvic is lehet, hogy ő fejben mennyire erős, varga-barnabás. Ugye volt egy elmulasztott fejes lehetősége neki, és utána azt tulajdonképpen sikerült neki megismételni, és lett is belőle egy gól. Ott is, és most tényleg értsük már jól, nem viccelődök, fejben ott kellett lenni, hogy néhány perccel korábban van egy kudarc kudarcélménye, és mégis megpróbálja, mert hisz abban, hogy meg lehet azt csinálni. Egy rendkívül tehetséges, játékosról beszélünk, itt önként megkérdezem magamtól, hogy mit keres Magyarországon, hiszen top bajnokságban is megállná a helyét. Hát a futball ilyen, egyszer sikerül, egyszer nem. A Ronaldot és a messi nézzük, nekik se sikerül mindig minden, de legalább helyzetbe kerül. Optimista, keresik, helyzetbe kerül, gól tud szerezni, van benne gól és rendkívül motivált, egy szerény, jó képességű játékos. Az, amit az imént említett, hogy meg kell találni a Márko azokat az embereket, akik a legoptimálisabb motivációs szinten rendelkeznek. De ezt neki kell megtalálni, neki ehhez értenie kell, vagy ilyenkor ott van a pszichológus a csapat mellett, aki beszélget a srácokkal, fölméri őket, a pillanatnyi mentális állapotukról is rendelkezik egy képpel, ezt így szokták csinálni? Az igazán profiknál? Mert az, hogy a pillanatnyi fizikai állapotával, a pillanatnyi egészségügyi állapotával a percre pontosan tisztában vannak, az oké, okay, azt tudjuk, a mentális állapotukkal is foglalkoznak ugyanígy? Igen, bár tudomásom szerint nem dolgozik pszichológus a stábba, ezt nyilván nem tudom bizonyítani, de az MLS-t hozzám. Így van, ettől függetlenül rendkívül kiegyensúlyozott felkészült szakmai stáb veszi körül, aki ismeri a játékosokat, mondom, rossz régóta dolgozik velük együtt. Ez viszonylag egy zárt közösség. Itt mindenki mindent ismer. Az öltözőbe. Még az is le van bontva, hogy ki kivel egy szobában lakik, ki kivel köt barátságot, ki a húzóerő, ki az, aki labilis, ki az, aki mentálisan egy külső megerősítésre szorul, és kulcskérdésnek tartom, ki az, aki úgynevezett intrinzik belső motivációval rendelkezik. Tehát itt intrinzik és extrinzik motivációról beszélünk, az egy külső motiváció, nem a pénz számít. Itt az számít, hogy ez a magyar válogatott 14 győztes mérkőzés után a közönség szívébe lopta magát, és egy európai szintű csapattá vált, legalább szolgálja ki a közönséget, és szerezzen pontot vagy pontokat. Az, hogy mi továbbjutunk, az már matematika, sajnos nem biztos, hogy rajtunk múlik, hiszen az ellenfelek is játszanak, és a négy legjobb harmadiknak van lehetősége tovább lépni, de egyet ne felejtsünk el, ez egy fiatal csapat régóta együtt van, az Európa Liga az EB után következik, és a VB is elejtezők. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a pillanatnyi dolgokat kell itt elemezni, hanem egy kicsit középtávú, vagy hát futballba, valamilyen szempontból hosszú távra is gondolkodni, és azt szerintem a Magyar Labdarúgó Szövetség Márko Rossi kapcsolata az töretlen, és a bizalom is ebben a szempontból Tulajdonképpen rendben. ez a hosszú táv, ez most kezdődött el, és akkor én innentől kezdve érdemes így szemlélnünk a dolgokat. Baranya István, köszönjük szépen, hogy itt volt ma reggel. Köszönjük, köszönjük szépen. Hajrá, magyarok. Hajrá, magyarok. Hajrá, magyarok.